Szekszárd idén is díjazta a 2021-ben kiemelkedően teljesítő sportolóit és edzőit. A Városháza dísztermében megtartott ünnepélyes díjátadón összesen 96 sportolónak és 22 edzőnek adták át a Szekszárd büszkesége elismerő címet, valamint külön díjazásban részesült az Atomerőmű KSC kosárlabda csapatának vezető edzője Gyokis Zsejko is, aki ezentúl a 2021 évedzője elismeréssel is büszkélkedhet. Zsejko vezetésével a KSC csapat az évek során egyre feljebb és feljebb menetelt a sikerhez vezető úton, tavaly pedig Európa legjobb 16 együttes közé került az Euroligában. Nagyon örülök, hogy minden díj mindig motiválja emberek. Az én esetben ez nem csak nekem szól, tudod, hanem az egész csapatnak, elsősorban játékosoknak, stábnak, mert tudod, mikor emberek itt mondanak Magyarországon Zsejko Gyokics, tudod, sokszor csak engemet említenek, de igazán mögöttem áll egy komoly stáb, management, szurkolatábor, szponzorok, stb. Úgyhogy mindenkinek a nevében tudom mondani, köszönöm szépen. Az év sportolója megtisztelő címet a Sportközpont középtávfutó atlétája Szemerei Levente vehette át, aki a tavalyi évben elért kimagasló eredményeinek köszönheti az elismerést. 5 felnőtt bajnoki címet és az Európa-bajnokságon elért 16. helyezést tudhatja a háta mögött. Levente elmondta, hogy inspiráló hatással van rá a kitüntetés, arra sarkalja, hogy a továbbiakban is mindent megtegyen a siker érdekében. Megtiszteltetve érzem magam, hogy végre idén én kaptam meg ezt a címet. Én lehetek a Szekszárdon az év sportolója. Hát nagyon sok munka van benne. Nemrég érkeztem haza Kenyából egy 7 hetes edzőtáborból, az sok idő telt el, sok idő volt külföldön, más kontinensen, más kultúrába, de még több ilyen munkát kell elvégeznem még. Most pályaversenyzést ezt picit hanyagolom, utcai versenyzésbe gondolkozunk el, hogy a jövő évi budapesti világbajnokságon indulni tudjak maratoni távon. Tegnap versenyeztem Splitben, ma érkeztünk haza. Egyéni csúcsot futottam, meg vagyok elégedve az idővel, de nem volt ilyen jó körülmény. Az ünnepség keretében jutalmazták a szekszárdi sportegyesületek bajnoki eredményeket elért versenyzőit is.